Franciaország 9 városában rendezték meg a gimnáziádét, a középiskolások multisportvilágjátékát, 64 ország több mint 3600 fiatalja mért össze tudását 20 sportágban. A magyar csapat az összesített éremtábla 6. helyén végzett 22 arany, 13 ezüst és 19 bronzéremmel. A legeredményesebbnek az úszó csapat bizonyult 37 medállal, ebből 3 Barna Bianca nevéhez fűződik. A nyíregyházi aranydiákja 5 számban 10-szel állt rajtkőre. Az 50, 100 és 200 méter közül az utóbbin a 3. helyen végzett, emellett 200 pillangón is bronzérmes lett. A legjobb eredményt, a 2. helyet 400 vegyesen érte el a nyíregyházi sportcentrum versenyzője. Arra számítottam, hogy döntőbe jutok, így ahogy láttam a nevezéseket, viszont az időre én sem számítottam, hogy ilyen jól tudok majd teljesíteni. Mind a kettőn ugye a 200 pillangón is és a 400 vegyesen is egyéni csúcsot tudtam úszni. Ezek a középhosszú távokhoz tartoznak így medencében. Most az állóképességem meg volt hozzá, és szerintem így az erő is, úgyhogy ezért szerintem tudtam ilyen időt úszni. Barna Bianca eddig a mellúszó számokban szerepelt kiemelkedően, de edzője számított arra, hogy más úszásnemekben is eredményes lehet. Mi tudtuk ezt, hogy ő több számos úszó is lehet, és mindenképpen készülünk mindenféle formában. Abban, hogy legfiatalabbként, tehát 2006-osként utazott ki, és 2005-ös és 2004-esek is voltak ebben a korosztályban, érmet is tudott nyerni, ez mindenképpen nagyon jó fegyvertény. Az, hogy a hosszabb mellúszó számokban, illetve a hosszabb versenyszámaiban, az azt mutatja, hogy a felkészülésünk jó irányba zajlik, menni kell innen tovább. A hétfői sajtótájékoztatót követően Bianca társaival együtt már is edzésre jelentkezett. A hétvégén a Diákolimpia döntőjében úszik, majd következnek a legfontosabb nyári versenyek. Jön az OB, tehát az ő korosztályos országos bajnoksága Kaposváron, ahol nagyon komoly hozzáállást és nagyon komoly versenyszámok, sőt váltóba is neki indulni kell, a csapatot is képviseli. Én úgy gondolom, hogy egy jó szereplés után rá egy hónapra az IFI Európa-bajnokság ugye Romániában, és ha lehet, akkor utána egy kicsi pihenő. A többi felkészülés lehet, hogy nem áll meg, ugyanis megrendezik az ifjúsági világbajnokságot is, itt a közeli Peruban, és az augusztus végén indul. Nem tudjuk még a magyar csapat összeállítását, nem tudjuk a kontingenst, hány ember, hány fővel. Én úgy gondolom, hogy ha egy nagyon jó szereplést tudunk az EB-n felmutatni, akkor jó eséllyel a junior VB-re is pályázhat. Ehhez viszont egy egész nyarat végig kell dolgozni. Egy nyíregyházi aranyérem is született a gimnáziádén, az NVSC Big Boxing ökölvívója Petrimán Milán a 67 kg-os súlycsoportban bizonyult a legjobbnak.